Pénzért árulják az iskolai helyeket egy budapesti elit gimnáziumban, ezt írta a Metropol egy birtokába került hangfelvétel alapján. A portál azt írta, félmilliós vesztegetési pénz kell ahhoz, hogy azokat a diákokat is felvegyék az Eötvösi József gimnáziumba, akiknek nem sikerült az írásbeli felvételük. A Metropol hozzáteszi, a korút beiskoláztatást az igazgató és az iskolához tartozó alapítvány vezetője működteti. Kettő nap alatt a kért összeget teljesített. Én azt kérdezem, hogy a 500 000 forint volt kevés? Egy szülő hangja hallható ezen a felvételen, amelyen éppen az Eötvös József gimnázium alapítványának elnökével beszél. Elmondja, 500 000 forintot már kifizetett fia iskolai felvételéért, majd megkérdezi, kell-e még újabb összeget fizetnie? Van nálam, meg nem, tudjuk nem, oldani, ezzel nekünk semmi problémánk nincs. Örömömre szolgál, csak... hogy van nálad. A legelején elmondtam, hogy akármi történik, a gyereket fel fogják venni. Ezt megbeszéltem a mostal előtte, mielőtt veled, neked ezt értettem. Mondtam. Azt is elmondtam, hogy ő ezt úgy kell, hogy csinálja, hogy az ő nyakát ne törjék ki. Mert azért neki ott van ellenzéke. A hanganyagot a Metropol tette közzé. Azt írták, botrányos felvételhez jutottak, amelyből kiderül, pénzért árulják az iskolai helyeket a budapesti elitgimnáziumban. Úgy fogalmaztak, a korrupt beiskoláztatást az igazgató Mos László és az iskolához tartozó alapítvány vezetője Kálmán Gábor működteti. Ők tartanak fenn szabad helyeket a pénzes szülők gyerekei számára. Én elviszlek az igazgatóhoz, és ő el fogja neked ugyanígy mondani, hogy majd ezt el fogja mondani neked holnap 4:11-kor. Tehát azon, hogy őt fölveszi vagy nem veszi, ezen túl vagyok. Az üres helyek betöltésére azonban minimum 500 000 forintra van szükség, emlékeztet a Metropol, majd megjegyzik, a budapesti Eötvös József gimnázium Magyarország egyik legelitebb középiskolája, ahova mindig többszörös a túljelentkezés. Alap azt írja, a kenőpénzes gyerekeket azonban szóbeli nélkül felveszik. Ennek a módja az, és ez nem az első ilyen, hogy ő ezt a saját hatáskörében szóbeli nélkül felveszi, szóbelire behívni azért nem tudja, mert az kiveri a biztosítékot, mert van nyoma annak, hogy ilyen a pontszám. A Metropol arról is írt, a hangfelvételen hallható apa ki is fizette a megbeszélt összeget, hiszen fia az írásbeli nem érte el a megfelelő pontszámot. Ekkor fordultak a szülők Kálmán Gáborhoz. A beszélgetésből pedig az is kiderült, hogy a pénz már el is fogyott az igazgató lányának a lakás felújítására. A Mos Laci ugye a lánya felújítása történt, a lakás, amikor beszéltünk, kettő nap alatt a kért összeget teljesített. Én azt kérdezem, hogy a 500 000 forint volt kevés? A Metropol emlékeztet, mindeközben az Eötvös József gimnázium élen jár a tanártüntetésekben. Tavaly februárban Mos László még úgy nyilatkozott, olyan munkabért szeretnének, ami nem okoz egzisztenciális kilátástalanságot. Alap megjegyzi, úgy tűnik az igazgatónak a maga számára már sikerült megoldást találnia ezzel kapcsolatban. A Metropol úgy tudja, a hatóságok már vizsgálják a korrupció gyanús ügyet.